A szabályozó rudak így elakadnak a csatornákban. Alsó grafit részük helyben marad, még tovább gyorsítva a reakciót. A négyes reaktor ezzel egy atombombává vált. 1:23:42. Perevoszcsenko lenéz a futóhídról, és amit lát, az maga a lehetetlenség. Az üzemanyag csatornák egyenként 350 kilós fedelei fellemozognak. Gyorsan a vezérlőterembe siet, de nem tehet semmit az ellen, ami készül. 1:23:44. A gőz még több üzemanyag csatornát roncsol szét. A végső hőteljesítményt nem ismerjük, csupán az utolsó rögzített adatot. A 3200 megawattos üzemre tervezett reaktor meghaladta a 33000 megawattot. Egy óra 23:45 a nyomás már feltartóztathatatlan. Elérkezik hát a pillanat, robbant. Abban a pillanatban, hogy a reaktor fedele lerepül, oxigén hatol be. Találkozik a hidrogénnel és a felhevült grafittal. A katasztrófához vezető folyamat beteljesedik.